Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás március 28-áig. Ez a három kártyalap utal arra, hogy mi várható a pénteki napon. Itt lesz mozgás. Előre mennek az események, holott vannak még korlátozások, amire ez a torony utal. Ez a felső kép utalhat sportra vagy autóra, de kihat a szerelmi élet területére is, mert itt látható ez a szív. Tehát ez a férfi szeretné azt, ha itt előre mennének az események. Visszatérve erre a toronyra. Ennek több jelentése is van. Lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Amennyiben ő nős, akkor ez utalhat válásra is, mert ő fogva tartja magát, de ki szeretne lépni ebből a toronyból, és itt lesz egy megoldás. És ez válláshoz vezethet. Amit még ez a torony jelenthet, ezek az érzelmek, amikor félelmek vannak, de jó kártyák veszik körül, és az azt jelenti, hogy te is átteszed magadat a bizonytalanságokon, és ő is az ő félelmein, és így lesz valami kettőtök között, bíz az eseményekbe. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a szombati napon. A szombati napon te állsz a középpontban, te hozol döntéseket, és minden abba az irányba fog mozogni, ahova tekintesz. Ott alul ott van a kutya. Az természetesen utalhat házi állatokra is, kutyára vagy cicára, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és itt egyrészt hűségről van szó. Te vagy hűséges, vagy ő hűséges. Én úgy gondolom, hogy ő féltékeny, és szeretné, ha te bebizonyítanád azt, hogy hűséges vagy. Amit még ez a kutya jelent, baráti kapcsolatok külföldön, mert ez a hajó utazásokra, külföldi kapcsolatokra utal. Amit még ez a hajó jelent, egy belső út, egy lelki kapcsolat, és itt van a hűség. Ő melletted marad. Amit még ez a hajó jelent, ez a reménynek a kártyája. Tehát reménykedhetsz arra, hogy jóra fordulnak a dolgok, és minden úgy megy előre, ahova te most tekintesz. És mi is tovább tekintünk, megnézzük, hogy mi lesz vasárnap. Ez a hegy jelenthet természetesen egy tájat, egy hegyvidéket is. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utal kihívásokra, nehézségekre. Az is előfordulhat, hogy te túl sokat töprengesz valami miatt, vagy ő töpreng. De ez a koporsó, ez lezárja ezeket az eseményeket, ez elmúlik. Amire még ez a koporsó utalhat, valami régi kapcsolat, vagy emlékek, amin te elgondolkozol, vagy ő gondolkozik el ezen, és így túl sokat töprengtek, és nincs ez a könnyűség. Amit ez a két kártya még jelenthet, egy örökösödési ügy nehézségekkel. De szerencsére ott van a szerencse, ez a négy levelű lóher, és ez minden úgy jól fog alakulni.
Úgyhogy nem kell, hogy sokat gondolkozz el a nehézségeken, vagy a múlton, esetleg ezen a hivatalos ügyön. De lehet az is, hogy nála vannak ezek a kihívások, és emiatt a hétvégén kicsit szomorú, de te vidámmá teszed őt, és ő jól érzi így magát, ez hoz számotokra szerencsét, ahogy a harmadik kártya itt mutatja. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom, egy általános jóslás, természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Hamarosan nyílnak újra az égi kapuk a plejádok felé. Ez a maja naptárból van. Erről beszámolok minden nap a Facebook oldalamon. Ott követhetitek, és ezeket az égi kapukat is. Amikor egy égi kapu kinyílik, akkor a plejádok hatása alatt állunk. A központi nap a plejádoknál Alkyoné. Lefordítva ez egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Erről számol be a mesebeli Holle anyó is. Így is mondhatnám, hogy egy ilyen napon Holle anyó segít nekünk, és megvan ez a finom energia mező. Persze előfordulhat, hogy egy ilyen napon érzékenyebben reagálunk, de ennek az energia mezőnek van gyógyító hatása is, és nagyon jó szertartásokat tartani. Amit fogok is ezeken a napokon, jelentkezhettek rá, a díjam 3500 forint. Persze ti is tarthattok otthon ezeken a napokon egy szertartást, hogy melyik napon pontosan miről van szó, arról beszámolok a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!